Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Kezdődik városismereti műsorunk, és ígérem önöknek, hogy most a második részben is sok érdekességet fognak megtudni arról a közvetlen környezetről, amelyben élnek, amelyben sokat sétálgatnak, sokszor átrohannak, és nem is tudják, hogy milyen épületek mellett járnak. A következőkben ebben segítségünkre lesznek vendégeink. Engedjék meg, hogy először bemutassam Rostási Szabó Imréné Hegedűs Máriát, a Mi Város, a Mi Vízi Városunk könyv szerkesztőjét és íróját. Köszönöm szépen, hogy most is itt vagy. Én köszönöm a meghívást. És a műsor állandó szakértőjét, aki majd minden városrészbe elvisz bennünket, Váci Márkot, a Magyar Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Neked is természetesen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket is. Sokat készültünk a mai műsorra, és két héttel ezelőtt a vízivárosról volt ugye szó, és nem tudtuk befejezni ezt a témát, hiszen víziváros annyi kincset rejt magában, hogy muszáj mindegyiket bemutassuk önöknek. Ez így lesz most is, tehát fognak látszani majd bejátszásokat, és fogunk róla beszélgetni természetesen, illetve régi képeket is hoztak szakértőink a mai napon, amelyekről beszélhetünk, és amelyekkel felidézhetjük ennek a városrésznek a történetét. Abba hagytuk a sort valójában a gőzmalom környékén, de igazából még nem beszéltünk az Akocs gőzmalom történetéről, és én azt hiszem, hogy vágjunk is bele. Hát az Akocs gőzmalomról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy 1918-ban épült, legalábbis a mai épület, Krakker Pál tervei nyomán Akocs János Molnárnak a megrendelésére. Ő Kőrakáspusztáról származott egyébként, innen Fejér megyéből. A helyi református gyülekezetnek volt egy nagyon lelkes és aktív adakozó tagja, a felesége pedig Skok Anna az evangélikus gyülekezetben vitt egy hasonlóan fontos társadalmi szerepet. Azt tudjuk, hogy egyébként az épületnek a helyén már korábban is állt egy hasonló jellegű malom, ugyanis a Gőzmalom utca elnevezés az már jóval korábban létezett. Az 1890-es évekre ez már biztosan datálható. Ennek az átépítése történt meg tulajdonképpen, és a fejlesztése, egy favázas, hatalmas gőzmalom épület jött létre, és aztán későbbiekben ez folyamatos fejlesztéseken ment ugye keresztül, épültek hozzá hatalmas nagy silótartályok többek között, de mindenképpen érdemes azt is elmondani, hogy a szomszédban természetesen a család építkezett, tehát az egykori lakóháznak a mai állapota az még azért megtekinthető Gőzmalom utca felől, tehát közvetlenül a telek, a malom telke mellett, illetve néhány alkalommal sikerült nekünk is a Városkutató Intézetnek bejárást szervezni a malom épületébe, és egyáltalán a malom területére. És ha már Akocs János szóba került, egy nagyon fontos dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni róla. 1928-ban, amikor New Yorkban egy Kossuth szobrot állítottak, az országnak a lakosságát, illetve törvényhatóságait is felkérték, hogy vegyenek részt ezen a koszorúzási avató ünnepségen. Természetesen Székesfehérvárt is megkeresték ezzel a felkéréssel. Hosszas húzavona után, körülbelül fél év szervezés után döntöttek úgy, hogy Akocs János egymaga utazik el saját pénzén erre az ünnepségre, és ott egy koszorút is elhelyezett egyébként a szobornak a talapzatánál. Kossuth Lajos ugyanis 1888 óta Székesfehérvár díszpolgára volt, és ezt a koszorút, amit magukkal vittek a feleségével, két héten keresztül egyébként az egyik belvárosi virágüzletben lehetett megszemlélni. Tehát a fehérváriak is láthatták azt, hogy mit visz magával Akocs János Fehérvár képviseletében. Malom termeléséről tudunk valamit, működéséről? Annyit tudunk róla, hogy nagy volumenű termeléssel, termelési kapacitással rendelkezett. Aztán itt az Akocs féle halálozás után a fia nem sokkal később eladta egy pesti gőzmalom részvénytársaságnak, és innentől kezdve gyakorlatilag egy másik tulajdonban működött tovább. Tehát egy leányvállalata lett igazából egy pesti cégnek. És aztán megtörtént ennek az épületnek is ugye az államosítása az 50-es évek elején, majd pedig ugye mezőgazdasági képzés keretében itt molnárokat képeztek. Ugye a mai Szent István iskolának a molnár tanulói jártak ide. Hát ez a képzés sajnos ugye érdeklődés hiányában és egyebek miatt körülbelül most már egy olyan másfél évtizede megszűnt.
de ettől függetlenül azért néha vezetett séták során meg lehet tekinteni, még az eredeti gépi berendezésekkel. Tehát valójában az Akócs-Gőzmalommal köszöntünk el 2 héttel ezelőtt. Itt az ideje, hogy felidézzük egy kicsit azt a műsort, hogy behatároljuk újra, hogy valójában hol is van a víziváros, és mi az, amit eddig el tudtunk mondani róla. Hát, amiről eddig szó volt, azok ugye egyházi épületek, például az evangélikus templom, ugye az általad is említett vöröstéglás templom, a Szegfű Gyula utca és a Várkörút sarkán, illetve szóba került a Jézus szíve templom. Itt ugye ki kell emelni mindenképpen Bori Jenőnek a tervezői munkásságát, ez volt az első vasbetonkupolás templom Magyarországon, tehát a magyarországi egyházi építészetnek ez egy nagyon fontos állomása. Ráadásul Bori Jenő életében is ez egy szimbolikus alkotás, hiszen a saját gyermekeit megjelenítette ezen az épületen. A kis bevilágító kupola, amit láthatunk a Rákóczi utca felől, az a fiát Györgyöt szimbolizálja, illetve a 2 lányát, Klárát, valamint a másik lányt, pedig a 2 kis fiatorony, tehát a 2 oldalsó torony mutatja be. Aztán beszéltünk ugye a szomszédos épületekről, ugye az egyik irányból a Szénatér felől az egykori úrinők otthona, illetve a mellette épült kis szociális intézmény, ezek ma ugye képességfejlesztő, illetve szociális célokat látnak el. A Manci János óvodáról ugye szintén szó esett, ugye ez volt Fehérvárnak az első kisdedóvodája, ami 1906-ban épült fel. Néhány utca elnevezésről is beszéltünk, de ahogy említettem a múltkori műsor végén, erre mindenképpen érdemes még visszatérni, hiszen vannak olyan 20. illetve 21. századi elnevezések, amik még mindig nem épültek be a fehérvári köztudatba. Tehát ezekről is fogunk beszélni a mai műsorban, illetve a vízivárosnak az ismertebb, vagy a mai idősebb korosztály által még ismert lakóiról, iparosokról, kereskedőkről, illetve művészemberekről is. Hallottunk ilyenekről Máriától is, a könyvszerzőjétől, ugye már felidéztünk néhány családot a villákkal kapcsolatban. Kik is voltak ők? Igen, a szénatéri villasoron voltak jeles fehérvári emberek. A legutolsó villában lakik, még ma is él a híres puskaműves, Fodor Kálmánnak az özvegye. A mellette levő épületben ugye a táncos család lakott, aztán a fogorvos, a Bor Ferenc fogorvos, abban a házban 3 ismert fehérvári család is lakott a 50-es, 60-as években. A Deák Péter és családja, természetesen a Bor család és a Csitári Enő, Csitári polgármesternek a testvéröccse és a családja. És hát ugye a szénatéri iskola, ami a vízivárosnak egy meghatározó épülete volt, a környék összes tanulója oda járt kezdetben, több mint 1000 gyereket irattak be az első tanévre, ugye megszűntek a kisközségi iskolák az Olaj utcában, a Rákóczi utcán, és hát akkor kezdett épülni az 50-es években a városnak a keleti része, ahonnan a gyerekek szintén a szénatéri iskolába jártak. Nagyon legendás tanárai voltak az iskolának. Közülük is szeretném kiemelni a Tordai Leventetes nevelő tanárurat. Sokan ismerik őt a városban, én azt hiszem, hogy van az a korosztály, akinek szép emlékei és néha izzasztó emlékei vannak vele kapcsolatban, de ha már így említettük, biztos, hogy a csónakázótó kapcsán is szóba kerül, hiszen ő volt az egyik, aki ott a vízisportokat erőltette és próbálta bevezetni annak idején, úgyhogy örülök, hogy hallottam róla. Igen, hát a kézilabdának ő volt az atya, mondhatom azt, hogy a székesfehérvári általános iskolákban. Ő a tanulókkal együtt kezdett az iskola udvarán sportpályát építeni 1955 őszén, amiről van is egy nagyon jó fotó. Ugye a mai öreg urak akkor még kisgyerekek voltak,
Tordai tanár úr házi bajnokságokat szervezett az iskolába. Az iskolák közötti bajnokságot is megszervezte. Volt egy testnevelő tanár partnere a városban, biztos, hogy ő rá is sokan emlékeznek, a Molnár Dezső tanár úr, aki a Petőfi általános iskolába tanított, ma ugye Szent Imre általános iskola, és hát az általános iskolák között nagy-nagy sportversenyek voltak, nem csak kézilabda, hanem tornász versenyek is. Sok híres sportoló nevelkedett a Szénatéri iskolába. Meg kell említenem, a közelmúltban volt vendég a városba, a Maracskó Tibor, volt öt tusázó, ő is szénatéri fiú volt, és egy kiváló tornász, a Kisteleki Antal, aki a sportja, ő tornász volt olimpikon, és hát a Halhatatlanok Társulatában van a Budapesten, szerencsére ők még mind a ketten élnek. Fogunk beszélni még a víziváros lakóiról természetesen, már csak azért is, mert ahogy említettem, vannak nagyon gyönyörű régi képeink, amelyeket megmutatunk. De most menjünk tovább olyan épületekkel például, ami a jelenben is látható. Az Akocs-gőzmalomról beszéltünk, mondhatni közvetlen szomszédságában folytatjuk a sort, ha a villanyterep és a gázgyárról beszélünk. Így van, hát gyakorlatilag ez a környék most már ugye teljesen beépült. A villanytelepnek az első ötlete az 1870-es években fogalmazódott meg. 1873-ban indult meg a kialakítás. Ugye a képen a Gáz utca felőli homlokzatot látjuk, ugye ez már egy jóval későbbi épület természetesen. Az eredeti építmények az 1890-es évek elején keletkeztek, és aztán fokozatosan, különösen már a II. Világháború után ugye kiépült ez a terület, és összeépült a gázgyárnak a területével, tehát két olyan nagy szolgáltató üzem és termelő üzem volt megtalálható ezen a területen, illetve részben megtalálható még ma is, amelyek a város lakosságát, illetve az intézményeit kiszolgálták. Ugye a városi gázvilágítást fokozatosan felváltotta a villanyvilágítás, illetve ugye a gázgyár pedig a fűtés szempontjából volt rendkívül fontos. Ma már ugye hát a villanytelepet még talán szokták így emlegetni, a gázgyár területét azt most már leginkább ugye fűtőerőmű néven ismerjük természetesen, de hát tudjuk, hogy erről a területről van szó. Ilyen épületek, ha ma épülnének, biztos, hogy a város szélén épülnének fel. Jelent ez valamit, hogy lehetett az valamikor a város széle? Vagy akkoriban ez nem így volt divat? Hát nem volt egy túlzottan sűrűn lakott környék egyébként, tehát lehet azt mondani, ha azt nézzük, hogy ugye a Vásártér ennek a szomszédságában terült el, és azt is pontosan emiatt ugye telepítették erre a környékre, akkor egyértelmű, hogy egy olyan környékről van szó, ami abban az időszakban még kevésbé lakott volt. Aztán természetesen beépült, és nem csak a panel időszakban, hanem már korábban is. Ugye megjelentek itt az első nagy családi házak, illetve az előző adásban is talán elhangzott, hogy az iparosok és a kereskedők is ugye azért települtek ide, mert például a Vásártér is ugye itt volt megtalálható, és ők elsősorban a vidéki lakosságot próbálták kiszolgálni különböző termékekkel. Folytatjuk az épületek bemutatását. A következő épület már a szocialista rendszerben született, hogyha használtam ezt a kifejezést. Nyilván a Technika házára gondolok, mindenképpen nagyon meghatározó. Hát ez már bőven a szocialista rendszer időszaka, ha 48-tól számítjuk, ha 56-tól mindenképpen. 1977-ben indult meg az építkezés, és aztán 79-re készült el, Fehérvár áruházzal nagyjából egy időben egyébként. Ugye ez a természettudományos szervezetnek volt akkor egy székháza tulajdonképpen. Innen a név? Ez egy nagy országos szervezet volt, és hát a Technika háza név az természetesen onnan származott, hogy ugye a technika diadala
volt ez a korszak tulajdonképpen, és ugye a folyamatos tudományos és technikai fejlődésé. Tehát itt ugye a természettudományos egyesületeknek a szövetsége, METESZ, MTES rövidítéssel foglalt itt helyet. Aztán ők ugye későbbi időszakban már a rendszerváltás után jóval átköltöztek a Kock László utcába. Ma még ez a szervezet egyébként Fehérváron is létezik, tehát ma ott találhatók meg. Lett belőle Közép-Dunántúli régió székháza 2000-es évek elején, és aztán lett belőle egy civil központ. Majd hát egy pár évvel ezelőtt kezdődött meg a földszinten a Titkok háza tudományos élményközpontnak a kialakítása. Gyakorlatilag ez a természettudományokhoz visz vissza. Nekem az első élményem az az volt egyébként ezzel az épülettel kapcsolatban, hogy volt egy, hát egy világméretű édesipari cégnek voltak különböző figuráiból kiállítások, nem mondtunk nevet, próbáltam kikerülni, és akkor láttam én először belülről a technikaházát, aztán 2014-ben itt kezdtem el dolgozni, tehát azért volt alkalmam végigjárni ezt az épületet pincétől padlásig. A maga korában ez tényleg egy nívós épület volt, és nem véletlenül kapott egyébként építőipari nívódíjat többek igen, között. Tervezőjét is ugye elmondhatjuk, hiszen Bordán Ferenc volt büszkék lehetünk rá Székesfehérváron. Kiállítás is volt az ő épületeiből talán 2019-ben igen, a városban. Igen, a Fehérvár áruházat már említetted, tulajdonképpen most is úgy néz ki, legalábbis kívülről, mint ahogy akkor elkészült, úgy nagyjából, ha jól emlékszem. Nagyjából úgy néz ki, egy nagyon pici fejlesztés történt, illetve volt egy bővítés, ugye. Már jóval az építés befejezése után, talán 90-es évek elején még egy kis részt hozzátoldottak ugye a parkoló felé, de igazából alapvetően nem változott meg. Nyilván a beltartalma egy kicsit más lett, de küllemében gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor felépítették most már több mint 40 évvel ezelőtt. Haladunk tovább, nem megyünk messzire, bár egy kis ugrásszal Kégli György utcára majd visszatérünk, de beszéljünk Székesfehérvár Váci utcájáról, mert valamikor úgy hívták a Távirda utcát, és nem véletlen, hiszen rengeteg üzlet volt benne. Így van. Hát ugye alapvetően az elnevezése az ugye az egykori távíróállomásnak a nevéből származik. Ez egyébként egy érdekes jelenség. Most, amit a képen láthatunk, az az egykori tűzoltó toronynak és a tűzoltó laktanyának a nyoma. Ugye ma a toronyüzletház idézi vissza ezt a nevet, illetve az épületből visszaépített kis rész, ami itt a képen is látható. Érdekes módon, tehát Távirda utca lett ennek az utcának a neve, lehetett volna éppenséggel Tűzoltó utca, vagy bármi egyéb is. Mégis valamiért ugye az akkori városvezetés ezt választotta, és aztán a rendszerváltás után is ugye ezt a nevet kapta vissza. Bár ha azt nézzük, hogy ma mondjuk a tűzoltó toronyból és egyáltalán a tűzoltó laktanyából mi maradt meg, akkor érthető, hogy mondjuk nem Tűzoltó utcának nevezik, bár a Távirdából meg még kevesebb van. Illetve szomszédos Kék-György utca is egyébként egy ilyen hasonló funkciót látott el, bár ott a polgárházak voltak inkább jellemzőek egyébként. Tehát mai divatos szóval lehet azt mondani, hogy a Távirda utca volt egyfajta bevásárló utca, természetesen ott is megtalálhatók voltak azért a polgárházak, illetve az ottani lakóknak is ugye voltak kisebb üzleteik, és a Kék-György utcára hasonlóan ez volt jellemző. Az alapépületek körülbelül mikorra datálhatók? Hát ami most látható, az ugye 20-as, 30-as évekre körülbelül, tehát a két világháború közötti időszakra, és aztán ezeknek a részbeni elbontásával, illetve részbeni átépítésével, átalakításával keletkeztek különböző épületek. Ahol ma mondjuk hivatalok találhatók meg ezekben az utcákban, vagy nagyobb intézmények, ezek korábbi időszakra mennek vissza, de ezeknek is az átépítése, illetve a korszerűsítése a 30-as évek derekán zajlott. És hát az egyik legújabb épület is itt található, amelyet Székesfehérváron nem is olyan régen adtak át, gondolok itt a parkolóházra, ami már egy kicsit más stílusú, de más stílusú a volt STK-nak nevezett egészségügyi intézmény, és már egy kicsit modernebb épületként jelenik meg. Folytassuk a sort a
a mozival, amiről beszéltünk már azért valamelyest az előző adásban is két héttel ezelőtt, ez pedig a Köztársaság mozi, amely bizony sokáig, hosszú évekig fénykorát élhette a városban, hiszen a Petőfi mozi mellett majdhogy nem egyetlen mozi volt, és ez volt a nagyobbik mozi. Nagyon sok emlékem fűződik nekem is oda, és hát sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy sorsáról még döntenek. Eredeti nevén ugye Alba mozi volt, tehát amikor 1938-39-ben épült, Hübner Tibor műépítész tervei nyomán, akkor Alba mozinak nevezték el, ugye utalva Székesfehérvárnak az Alba régia elnevezésére, és aztán a későbbi időszakban lett belőle Köztársaság mozi. Hát ugye amikor a köztársasági államforma egyáltalán kialakult a II. Világháború után, tehát erről az időszakról van már szó. Hát ugye a legtöbben köztársaság moziként emlékeznek rá. Egyébként ez a Várkörútnak egy emblematikus épülete, hogyha megnézzük a várkörúti villa épületeket, amiknek a többség ugye szintén a 30-as évek második felében, illetve a végén épült, hasonlóan színvonalas épület egyébként ez is. Amit még mindenképpen érdemes róla elmondani, hogy ugye ez nem csak mozi volt, hanem egy bérház is. És ebben az időszakban, a városban, főleg 1938, tehát a Szent István emlékév környékén, rengeteg ilyen bérház épült, egyrészt magánberuházásban, másrészt társadalmi szervezetek, sőt szerzetes rendek és különböző hitközségek beruházásában, illetve bankok és maga a város is építettek számos ilyen bérházat itt a város területén. És azt is el tudjuk mondani, hogy valójában a víziváros határáról beszélünk, ha a Várkörúton vagyunk. Folytatjuk az utunkat a Budai útra, a 22 és a 32-es épület, amelyet szintén felidézünk, mert valamelyest már érintettük, hogy miért neves, miért kell ismerni ezeket az épületeket. Azok közül az épületek, építmények közül, amelyek ma egyáltalán még láthatók a vízivárosban, és nem csak fotóformájában, hanem naponta elmehetünk mellettük, ez a két talán legrégebbi. Bár átalakítások természetesen történtek azért az életük során, de alapvetően a 22 az ugyanazt a funkciót tölti be, amit az építése során is. Azt tudjuk, hogy valamikor 1890 előtt épülhetett, hiszen az ezt megelőző kataszteri térképen már látszik maga az épület, ugyanezzel a körvonallal és ugyanezzel az elrendezéssel. A Splényi család építette egyébként, ebben a Splényi családban volt egy nagyon fontos családtag, Blaha Lujza, ugyanis az egyik Splényi fiú volt az ő harmadik férje. Na és ennek a fiúnak az édesapja építette egyébként ezt a házat, aki egyébként városi rendőrtanácsos volt, Splényi Henrik, és hát azért látszik a háznak a kialakításából is, hogy ő milyen fontos tisztséget töltött be, tehát hogy milyen rangja volt tulajdonképpen ennek a családnak itt a városi életében. Egyébként a Színpártoló Egyesületnek szintén vezetőségi tagja volt, és számos társadalmi funkciót betöltött. A 32 olyan szempontból érdekes, hogy ez egy egykori majorsági tisztartói lakként épült fel. Tehát ez a terület akkoriban még a 19. század első felében viszonylag ritkán lakott volt. Ugye nemhogy panelházak nem voltak megtalálhatók, de családi házak, parasztházak sem igen. És aztán a későbbiekben ugyan átalakításra került ez az épület, de az eredeti stílus jegyei megmaradtak. Tehát ez az oszlopos, árkádos kis verandás rész, ez ma is megtalálható. Függetlenül attól, hogy egyébként aztán gazdatiszti lakásból szociális intézménnyé alakították át ugye belül, majd aztán lett egy arévnyugdíjas ház belőle, és legutóbb pedig banképület. Gyakorlatilag a külcsíny az megmaradt eredeti klasszicista stílusában. Tehát, hogyha valaki egy ilyen jellegzetes gazdatiszti házat szeretne megnézni mondjuk itt Fejér megyében, akkor szerintem ez a városban mindenképpen kuriózumnak számít. A következőkben a megemlékezések terére jutunk, kettő ilyen térről is tudunk beszélni. Az egyik a 48-asok tere, ahol Kossuth mászobra is látható, ami említetted, hogy Kossuth díszpolgára volt a városnak, de hát ugye nincs olyan település. Legalábbis nagyon kevés olyan település van, de ha a városról beszélünk, akkor nincs olyan város Magyarországon, ahol ne lenne Kossuth szobor, és ez abszolút érthető. Így van. Illetve nincs olyan település Magyarországon, ahol ne lenne mondjuk egy Kossuth utca. Igen. Legalább.
Ugye Kossuth Lajos 1802-ben született, és a születésének 200. évfordulója 2002-ben avatták föl, itt az Ősz utcai pénzintézet előtt, ugye Székely János Jenőnek ezt a bronz mellszobrát, ahol ugye az idős Kossuth Lajos a darutollas kalapját magához szorítja. Ugye ez már őt az emigrációban ábrázolja, de ugye ragaszkodik a hazájához. És ez ritka ábrázolás. Ez egy elég ritka ábrázolás, ugye Kossuthot általában egy ilyen forradalmár szónok, lelkes, jurátus alkatként szokták ábrázolni, ez pedig egy idős, megrendült Kossuth, aki mégiscsak ragaszkodik. Illetve ezt a ragaszkodást hivatott szimbolizálni ugye a posztamensen, tehát a talapzaton megtalálható Kossuth címer, és ugye a benne található Kossuth aláírás is. Tehát ez egy évfordulós emlékmű, és azóta nevezik egyébként ezt a területet 48-asok terének. A másik emlékmű pedig az 56-os emlékmű az 56-osok terén. Lugosi Máriának van egy nagyon fontos alkotása itt Fehérváron, ugye ez a második világháborús emlékmű, a harang, így ismerik talán a legtöbben, a Városház téren található meg. Ezt általában szokták érteni. Tehát azért ezt említettem először, mert ez közszeretetnek örvend és közmegbecsülésnek. Az 56-os emlékmű az már kevésbé. Van egy alapvető koncepciója, amit ugye a művész kidolgozott. Ehhez eredetileg egy vízmedence is társult, ez el is készült, kialakításra került, de ugye víz nincsen benne. Tehát gyakorlatilag ez egy félbehagyott kompozíció, hiszen a vízzel együtt lenne értelme magának az emlékműnek. Nagyon sokan látnak benne egy kockát, meg valami non-figuratív elemet, de ezt el kell mondani mindenképpen, és ez fontos, hogy ugye ez a városban 1956. októberében elhunytaknak, főleg a sortűz áldozatainak állít emléket, illetve ezen a téren került elhelyezésre kommunista diktatúrák áldozatainak emlékköve is, ahol szintén ezek a nevek felsorolásra kerülnek. És ez nyilván nem véletlen, hiszen ez a tér szemben van a Szabó palotával, és a Szabó palotánál 1956. októberében nagyon tragikus dolgok történtek, tehát biztos, hogy ezért is került ide. De a Szabó palota jelenleg rendőrség tulajdonképpen eredetileg milyen célra épült? Ha visszafelé megyünk az időben, és ha már szóba került a sortűz, ugye egykori, ebben az időszakban, az 50-es években ugye karhatalmi célokat töltött be, az államrendőrségnek volt a székháza, ugye ma megyei rendőrkapitányság. Ma is állami célokat szolgál tehát, de rendvédelmi, kifejezetten rendvédelmi és büntetés végrehajtási feladatokat. Az 50-es éveknek az az időszaka pedig egy sokkal véresebb és egy erőszakos időszak volt. Itt ugye tényleg egy sortűzre került sor, és ugye ennek állít emléket. Többek között a Nagy Benedek által elkészített emléktábla, amit 1993-ban helyeztek el a Budai út felüli homlokzaton. Amiért én ezt az épületet mindenképpen szerettem volna itt megemlíteni, az a bérpalota funkciója. A 20-as években egy Szabó József nevű építési vállalkozó, kőműves végzettségű ember egyébként rendelkezett annyi magántőkével, hogy itt megvásárolta a Huszár Pótkeret laktanya melletti területet, telket, és aztán ezen egy többszintes bérpalotát emelt. Ugye a bérpalotákról már volt szó, sok szó esik még egyébként a különböző városrészek kapcsán majd erről. Ennek az volt a lényeg, hogy az építtető, ha úgy gondolta, és mondjuk lakásra volt szükség, akkor ugye beköltözött a legelőkelőbb és legtágasabb lakrészbe, és az összes többit azt pedig kiadta, akár hivatalnak, akár kiskereskedőnek vagy iparosnak, és természetesen polgárcsaládoknak is, akik ugye ezekben a bérleményekben foglaltak helyet. Ha akár Fehérvárt nézzük, akár az országos történetet, akkor láthatjuk azt, hogy ezekből a bérházakból alakultak ki egyébként a rendszerváltás környékén és az azt követő évtizedekben az úgynevezett szociális bérlakások, amikor ezeket a lakásokat mondjuk lefelezték, leharmadolták, jóval kisebbek voltak, és jóval kisebb volt egyébként maga a komfort is, a komfort érzet, talán még ma is egyébként ez jellemző, de külsejükben megmaradtak az eredeti díszítmények például, és az eredeti rendeltetésre azért valamennyire még emlékeztetnek. Víziváros Budai úti részét szerintem nagyon jól körbejártuk, úgyhogy most ugrunk egy nagyot, bár nem is olyan nagyot, hiszen ma a sétával közelítjük meg a Móricz Zsigmond utcát, sem kell túl nagyot sétálnunk.
Így van, hát a Móricz Zsigmond utca szintén a 30-as években kezdte elnyerni a mai arculatát. Ugye kisebb polgárházak korábban is voltak megtalálhatók itt, ugye a vöröskő lábazattal, a jellegzetes ablakokkal, kapualjakkal, nyílásokkal. Ezek közül egyébként még akár itt az utcában, akár a szénatér környékén azért elég sok megmaradt szerencsére. És amit itt kiemeltünk, ez ugye egy olyan épület, amit a Xantner és Pintér építőipari cég épített valamikor a 30-as években. Ők egyébként itt a Móricz Zsigmond utcában székeltek, tehát a mai 40-es szám alatt volt egyébként a székhelyük. Nem messze innen egy villaépületben foglaltak helyet, és hát a környéket beépítették ilyen tipikus polgárházakkal, de egyébként nem csak a belvároshoz közelebb eső területeket, hanem a mai külvárosoknak azért a külső területein is voltak megtalálhatók épületeik. Nyilván a megrendelőtől függött, hogy ő hol szeretett volna építetni. Folytatjuk a sétát, és itt most meg kell kérdeznem, hogy hol található a Kempelen tér, ugyanis most készültünk a műsorra, sem a Szent Florián szobor, amely a téren van, sem a tér nem ugrott be. A Kempelen teret, ha mostani állapotát nézzük, akkor egyik oldalról a Fehérvár áruház zárja le, másik oldalról az egykori Alba Régia Hotel, aminek a helyén most ugye egy modern irodaház van, és ezt veszi körbe, illetve a Kékgyörgy és a Távirda utcák határolják a másik irányból, a szemközti irányból, meg természetesen a Rákóczi utcának a nyomvonala. Kempelen Imre földbirtokosról kapta a nevét, ő egy mohai földbirtokos volt, és azért ez a terület kapta ezt az elnevezést, mert Kempelen volt az, aki egyrészt a városi tűzoltóságnak a megszervezésében nagyon fontos funkciót látott el, másrészt pedig a végrendeletében egy hatalmas nagy összeget hagyott ennek a tűzőrségnek az állandó megszervezésére és működtetésére. És ha már itt vagyunk, akkor visszalépünk egy kicsit a Kékligyörgy utcába, de csak a 2-es számig megyünk, és csak egy kapu miatt? Tulajdonképpen az épület miatt Koroncai József körorvos volt az, aki ezt az épületet 1927-ben felépítette. Egyébként ebben az épületben, ennek egy kis oldalsó szárnyában, egészen pontosan ott, ahol ezen a kis gyalogkapun be lehet menni, ma az unokája Koroncai Péter üzemeltet. Egy nagyon pici, tényleg nagyon pici kis békebeli órás műhelyt. És egyébként szintén ebben az utcában volt megtalálható Koroncai Józsefnek a rendelője is. Ez a mai földhivatal épületében található meg, és ennek a sarokablaka az egy nagyon érdekes kialakítású, az unoka annak idején azt mesélte, ugye ez az 1880-as években épült egyébként eredetileg ez az épület, és aztán 1934-ben volt egy nagy átalakítása és egy felújítása, Kotál Henrik műépítésznek a tervei nyomán, és hát Koroncai József azt kérte Kotál Henriktől, hogy egy sarok erkélyt állítsanak be ebbe az épületbe, hogy ő ráláthasson a rendelőjéből a háznak a kapujára, illetve magára a házra. Ez egyébként meg is valósult, és ma is látható. És hogyha valaki szemfüles, és közel megy ez a sarokablakhoz, akkor a fölötte lévő díszítménynek az alján olvashatja Kotál Henrik építész 1934 feliratot is. És a 6-os számot is meg kell említenünk a Kékligyörgy utcából. Igen, hát itt található meg tulajdonképpen ez a sarok erkély, amiről beszéltem. Az intézményi funkciója, a mai intézményi funkciója talán ebből a szempontból nem is annyira lényeges. Az én szempontomból, amiért idehoztam, és amiért számomra is értéke van, az tényleg tulajdonképpen ez a családi emlék, ez a személyes kötődés. Hiszen én, amióta kutatom nem csak a víziváros, de az egész városnak az építészet történetét, próbálok mindig ezekre a személyes vonatkozásokra hangsúlyt fektetni. És hányan nem vettük észre azt a sarok erkélyt, pedig ott járunk folyton nap, mint nap. Még a Rákóczi utca és a Vattai Ferenc utca sarkán lévő épületről beszéljünk egy kicsit, és utána rátérünk a csodás régi képekre és régi vízivárosi lakókra. Az Alba mozi kapcsán elhangzott Hübner Tibor műépítésznek a neve. Ugye ő egy három generációs építész dinasztiának volt a tagja. Az édesapja volt Hübner Nándor építész, akinek szintén több épülete található meg itt a városban. Róla is majd lesz szó későbbi adások folyamán. Illetve a nagyapja volt Hübner Jenő, a Vörösmarty Színház eredeti épületének a tervezője.
ezt a sarok épületet, bár igaz, hogy még eredetileg lapos tetővel, de Hübner Tibor tervezte 1937-ben egy üzlet és bérház számára. Most a bérházakról nem mondom el ismét azt, amit már sokszor elmondtam, majd a többi városrész kapcsán nyilván lesz róla szó. A 90-es években kapott ez egyébként egy emeletráépítést és egy csúcsos tetőt, tehát eredetileg ez lapos tetősként épült. Ahogy egyébként mondjuk a várkörüti villák közül például a Molnár villát megnézzük, hasonló egyébként a kialakítása szintén egy lapos tetővel. Nos, és akkor jöjjenek a régi képek. Először megkérdezem, hogy honnan gyűjtötték te össze őket? Honnan hát erre származnak? Mária tud leginkább válaszolni. Hát a régi képeket a könyvben mindenhol odaírtam, hogy honnan származik, volt amelyik családi albumból került, volt amelyik az antikvárium, a Holt antikvárium gyűjteményéből került, és hát előfordult olyan is, amit valami másik kiadványban, régi könyvben találtam meg. Nekem az egyik legfontosabb a régi képek közül az 1930-ban kiadott székesfehérvári kalausz könyvnek a melléklete volt ez a térkép. Ezen a térképen még a régi vízivárosi utcáknak a nyomvonala van feltüntetve, és jól lehet, hogy a mai utca nevek ugyanazt tartalmazzák, mint régen, csak egész máshol helyezkednek el ugyanazon a területen. Ugye a Manc utca az közvetlenül a Manc óvoda mellett ment egészen a mai Szegfü Gyula utcáig. Ma van ugye a Manc utca, csak máshol. A Kígyó utca, az is van ma a Kígyó utca, de a régi Kígyó utca a mai Vatai Ferenc utcánál kezdődött, és tartott egészen a Karli házig. Magyarul, vagy a mai fogalmak szerint a szállóval, a Magyar Király szállóval szembe. Tehát nekem ez a térkép volt a képek között az egyik legfontosabb. Nézzük meg akkor a képeket. Elsőként, amit látni fogunk, az az Akócsház. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat pedig majd szakértőinktől kérem természetesen. Hát ennek a háznak a tervanyagát sikerült megtalálni a városi levéltárban, tehát ez ma is kutatható. Nyilván eredeti állapotában nem teljesen így nézett ki. A homlokzatát azt ugye leegyszerűsítették, a kornak megfelelő díszítő elemek voltak rajta egyébként megtalálhatók, többnyire növényi és geometrikus minták, és erről azt mindenképpen érdemes tudni, hogy ugye Akócs János és a családja élt benne, majd aztán az ő halála után ugye az özvegye lakta ezt az épületet. A malomról már volt szó, láttuk is az épületet, de most van egy fotó, amely az udvari részét mutatja meg, tehát az Akócs malom udvari részét. És igen, ezt a részt nem minden nap látjuk, tehát erre nem tudom mondani, hogy mindig elmegyünk mellette. Hát emellett nem lehet mindig elmenni, ugye ezt egy nagy kapu zárja le az utca felől, és aztán úgy lehet az épületet megkerülve látni. Ugye az eredeti épület az az emeletes építmény, és aztán a mögötte, illetve mellette található különböző raktárépületek és kiszolgáló egységek, azok már jóval későbbiek. Van egy fotó az erőmű és a gázgyár épületéről is, amelyet hoztatok, és amelyet megmutathatunk. Ez is egy olyan helyzet, ami örülünk, hogy látunk, mert nem mindenkinek adatik meg, hogy innen láthassa ezt a részt. Igen, hát ha mondjuk a szénatéren lenne az óriás kerék, akkor lehet, hogy látható lenne ez a rész is, de ez tényleg nem mindennapi látvány. A Bebessy ház. Erről még nem is volt szó. Bebessy József kárpitos díszítőmester volt, egyébként iparművész, országosan elismert iparművész. Rákóczi utcában eredetileg a 4/A számozást viselte az az épület, amit aztán a későbbiekben lebontottak. Ennek az udvarában volt megtalálható Bebessy Józsefnek a műhelye, és egyébként ő tényleg egy országosan elismert, híres díszítőművész, kárpitos volt. Egyrészt ugye a tűzfalon olvasható az ő hirdetése a saját házának a tűzfalán,
De ez is tulajdonképpen mutatta, hogy ha valaki nem tudta pontosan, hogy hol is van a Bebesi ház, akkor is megtalálta, hiszen a felirat elárulta ezt természetesen. Azt is láthatjuk, hogy a 20. század elejének megfelelő stílusban épült fel, rendkívül míves egyébként. Én szoktam mondani sok épületre, hogy kár értene, ezért tényleg nagyon nagy kár, hogy ez így nem maradt meg, de hál' Istennek azért fotók őrzik ennek az épületnek az emlékét. És hogyha Bebesi Józsefnek a munkásságából valamit ki kell emelni, az mindenképpen az új városházának a berendezése, hiszen a belső építészeti és a kárpitos munkáit ő készítette el. Ma ez még talán nyomaiban azért megtalálható. Nézzük akkor a következő régi fotót, amely emléket idéz. A Csitári gyógyszertárat fogjuk rajta látni. Igen, ez ugye szintén a Csitári G. Emilnek a családjához kapcsolódik. Csitári G. Olivér volt az, aki ezt a gyógyszertárat üzemeltette a Rákóczi utcában. Hát ma már, ha ezt a környéket valaki megnézni, akkor nem ismerne rá. Egyáltalán nem. Így aztán ez tényleg értékes régi fotó. Hoztatok egy képet egy falikarról. Igen. Ennek mi a jelentősége? Hát ennek úgy olyan szempontból van jelentősége, hogy József utca 22 per A-ban lakott egy Szigli László nevű faesztergályos mester, akinek a munkásságát ez a falikar őrzi. Ez egy családi emlék tulajdonképpen. Folytatjuk az épületek bemutatását. A következő épület már inkább a lakójá miatt lehet érdekes. Itt gondolok a Gáz utca 11 per ára, és már látjuk is a képet, ez az a bizonyos terv, amiről beszélhetünk? Ez volt az a terv? Igen, a Gáz utca 11 per ába a Fiál József címfestő és dekoratőr építette ezt a házat. Ez egy udvari rész, nem az utcára, tulajdonképpen ez egy keskeny telek volt, az udvarra építette a lakóházát, vele szembe volt műhelye. A fia is ezt a mesterséget tanulta, sőt Budapesten a képzőművészeti főiskolán is tanult ahhoz, hogy megfelelő minőségű munkát tudjon végezni, és volt egy lakásuk a Gáz utca 19B-be, amiről sajnos nincsen közeli képünk, egy ilyen madártáblatból készült fotó van csak a Gáz utcáról. A Gáz utca és Csonka utca sarkán volt egy nagyon szép egyemeletes épület, ahol utána is laktak. Van még néhány fotónk pár épületről, három épületről, és aztán a családok fotóit láthatjuk. Majd én arra kérem a kollégákat, hogy mutassák meg ezt a három épületet, és Márkot kérem, hogy egy két mondatot mondjuk róluk, hogy aztán el tudjunk jutni a családokhoz is. Hát ez ugye már a finom mechanika korszak. Korábban itt egy szerelőműhely, illetve egy bronzöntőműhely volt megtalálható. A szerelőműhelyet, vagy akkori nevén garást, azt ugye Bori József hozta létre, ő létesítette. Neki volt egy magyar saját tervezésű autókonstrukciója, és az ő fiai voltak ugye Bori Pál, a bronzöntő, illetve rézöntőmester, és az ő testvére Bori Jenő, a szobrász, költő, festő, hősszerelmes, és minden egyéb, tehát számos szerepben jeleskedett. Ez az egykori Major utcai területe, ugye, a gázgyárnak. Gáz utcai. Igen, köszönöm. Itt még ugye a régi épületek látszanak. Hát ezeket ma már ugye ugyanúgy, ahogy az Akócsmalomnak az udvarát nem lehet csak úgy az utca felől megközelíteni, hiszen itt ugye a portán kell először keresztül menni. Vezetett bejárás során egyébként meg lehet tekinteni. Ezek nagyon szép létesítmények, ezek az egykori udvari épületek. És aztán már is a Sarló utcában vagyunk, 1961-ben a Hegedűs ház. Hát igen, ebben a házban laktak a szüleim, és laktam én is. Nem teljesen végig, már hogy úgy mondjam, az építéstől kezdve 1928-ban építette Zombai Károly, akinek a József utcában volt fatelepe és asztalos műhelye. A mellette levő épület is a Zombai Károly által épített ház volt.
ezt az édesapám 1948-ban vásárolta meg, és az 50-es évek elején volt egy olyan rendelet, hogy az a tulajdonos, aki nem lakik a lakóházába, azt elveszik. Hát erre sok példa volt a városban, és akkor az édesapám egy cserét ajánlott az ott lakónak. Mi akkor már a Sarló utcában laktunk, a másik oldalon, a 26-os számú házban, és akkor cseréltünk tulajdonképpen az ott lakóval, és így költöztünk a saját házunkba. Ekkor már az édesapám nem volt önálló iparos, ekkor már a cipész szövetkezetbe dolgozott. Micsoda emlékek, és akkor jöjjön az első családi fotó, a Hoffmann családról fogunk beszélni a következőben. Több fotó is van, amely az ő nevükhöz és a családhoz köthető. Kollégáim mutatják majd a fotókat, és titeket kérlek, hogy mondjatok róluk néhány gondolatot. Ugye a Hoffmannékról elhangzott a múltkori adásban az, hogy a családfő Hoffmann József Hajmáskérről származó mészáros mester volt. Hajmás kérenő saját vágóhíddal is rendelkezett. Aztán, amikor Székesfehérvárra költöztek, akkor már az itteni vágóhídon dolgozta fel az általa beszerzett sertéseket. Bár én azt is olvastam szakirodalomban többek között, hogy azért ők háznál is tartottak néhány sertést, mindig, hogy legyen azért friss hús, leginkább ugye a család számára természetesen. Egy nagy családról van szó, több gyermekes családról, akiknek lehetőségük volt arra elsősorban a családfőnek a bevételei révén, hogy egy emeletes házat építsenek a mai Rákóczi utca és a József utca sarkán. Tehát ennek a helyén terül el ma a Skála parkoló. Egészen pontosan 1981 óta, hiszen 81-ben bontották le ezt az épületet, akkor, amikor mögötte már egyébként a József utcai panelok meredeztek. Akárhogy is sajnálom, 3 percünk maradt a hátralévő képekre, úgyhogy most tényleg csak azt tudjuk csinálni, hogy villámnézetben rápillantunk ezekre a csodákra és régi kincsekre, és egy-egy mondatot, ha hozzá tudunk fűzni, akkor talán végig is jutunk, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg a hátralévő képeket. Márk és Mária pedig tényleg egy-egy mondattal. Ez az úgynevezett Hoffmann sarok, tehát ez az a ház, amiről beszéltem, és ugye mögött a József utcai panelok állnak már. Ez pedig egy Rákóczi utca felőli nézet, itt még az épületnek az eredeti állapota látszik, de ez már a romlás állapot, azt láthatjuk a képen is. Hát a kajófis üveget azt ugye a Karl család miatt hoztuk ide, ahogy már Mária is említette, ugye a magyar királya szemben volt megtalálható a boltja a családnak, és ugye az üzem, az pedig a mai Jávorottó tér területén volt megtalálható, az úgynevezett Szelke Majornak volt ez a területe. A Kneifelház a Rákóczi utcában az elmúlt század első évtizedében épült, ezen a képen még fénykorában. Kneifel Ferenc a 50-es, 60-as, 70-es években volt Székesfehérváron legendás zenetudós, énekkarvezető, énekszakfelügyelő és tanár. Az édesapja közel 40 évig volt a bazilikának a kórus vezetője. Ebben az épületben több generáció élt hosszú ideig együtt. És nagy örömünkre most is élnek Kneifelek Székesfehérváron, akik kiváló zenészek. Innen is köszöntjük őket szeretettel természetesen. Menjünk tovább a képeken, hiszen talán még mindig van egy pár, amiről beszélni kell. Akit most látunk, azt hiszem nagyon sokan szeretünk, és nagyon sokat tanultunk tőle. Ő Sobor Antal. Igen, Sobor Antal író, tanár és festőművész. Réges-régen a József utcában lakott, a mai Arév szálló helyén volt volt az a lakóház, ahol ők laktak. Nagyon kedves, nagyon szerény, nagy tudású és végtelen empatikus ember volt. És Víziváros lakója természetesen, igen, amire Víziváros büszke. A Szűcs családról van még képünk. Szűcs Miklósról tényleg csak néhány mondatban, ugye ő a Szabó Palotának a földszinti, illetve az alaksori részében működtette a gőzmosodáját.
Ugye azt említettem már, hogy a 20-as években épült maga a palota. Szűcs Miklós 1891-ben született, 14 éves korában 1905-ben szabadult fel, és aztán ő innentől eredeztette tulajdonképpen a saját iparát, és ezért, hát nem mondanám azt, hogy nagyképűen, de azért mindenképpen egy kicsit elbizakodottan az alapítási dátumot, az üzem alapításának a dátumát 1905-re tette, és aki ebben a gőzmosodában járt, az mindig azt láthatta a bejárat fölött, hogy alapítva 1905-ben, hát 14 éves korában ugye létrehozott mondhatni egy vállalkozást. Itt egyébként az is látható, hogy eredetileg a szabópalota nem volt ennyire körbekerítve. 1938-ban egy kerékpáros kirándulás során tettek egy ilyen kis munkahelyi kitérőt a fiaival, Szűcs Szabó Gézával és Zoltánnal, és lefotózkodtak azelőtt a sarokerkély előtt, amelyik egyébként a Budai út és a Deák Ferenc utca kereszteződésében ma is látható. Innen lehet beazonosítani, hogy itt volt megtalálható az a mosoda épület. És az időnk elszaladt. Én nagyon szépen köszönöm szakértőinknek, vendégeinknek a mai részvételt, így Rostási Szabó Imréné, Hegedűs Máriának, illetve Váci Mártnak. A műsor folytatódik, két hét múlva természetesen. Székesfehérvár egy újabb csodálatos város részét hozzuk el, majd képekkel és sok információval a nézők számára. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!